Új-Szegeden vagyunk a partfürdőn, az első tiszaparti komondoros találkozón. Idén került először Szegeden ilyen rendezvény megrendezésre. Tenyészszemle, kutyakiállítás, gyermekprogramok vannak most itt ezen a rendezvényen. A cél az volt, hogy népszerűsítsük és megismertessük ezt a gyönyörű magyar fajtát a szegediekkel is. A Komondor hagyományosan egy nyájőrzéssel foglalkozó ebb, hajdanán a feladat körébe a nyájak és gulyák őrzése tartozott, de az illő előre haladtával kiszorult erről a területről, ugye nem volt rá igény, és új helyeken kellett megállnia a helyét, ugye elsősorban utána a tanyákba és mezőgazdasági intézmények környékére került be, mint őrkutya. Manapság meg hát még nehezebb helyzetben van, ugyanis számos helyen kell jól teljesíteni, akár a kertekben, udvarokban, családok mellett, akár még van, aki most is tanyák őrzésére használják, de ugyanúgy alkalmazzák őket ipari létesítmények őrzésére. Ahhoz, hogy ezeken a helyeken és ezekben a feladatkörökben a Komondor jól teljesítsen, feltétel, hogy megfelelő idegrendszerrel és megfelelő stabilitással rendelkezzen, úgyhogy mi a tenyészszemlén ezt vizsgáljuk, hogy bírja ezeket a tulajdonságokat az egyet. Az első rendezvényünk, és reméljük, hogy nem az utolsó. Szeretnénk még komondorokat hozni Szegedre, meg mindenhova az országba. Szükség van még több olyan rendezvényre, ahol még többen megismerik ezt a fajtát.